Van szemét. Igen, van. Egy pillanat. Szerencsét van, nincs sok szemetünk. Emir csak felugrott valamiért. Kerestelek, mert tudom, hogy ismeritek egymást. De nem válaszolt senki. Erre épp jöttél szemetet gyűjteni. 73. rész. Micsoda véletlen. Nem igaz? Ma szerencsés napod van. El akartam mondani. Emir, várj meg! Emir, meg tudom magyarázni! Emir, hallgass végig! Mit hallgassak végig? Neked elment az eszed? A lakásod nem a tiéd. Az a nő meg nem is az anyukád. Ereszd el! Kérlek, hadd magyarázzam meg, Emir! Emir, hallgass meg! Mit akarsz mondani? Hallgatlak. Látod, te magad se tudod. El akartam mondani. Gülsüm, főz nekünk egy kis teját, kislányom. Rendben. Gülsüm, ez itt a tiéd? Igen. Tedd Feria szobájába. Ez a sors akarata. Megszégyenítenek, aztán a testvérem házába kényszerülök. Ugyan, ugyan. Hát miket beszélsz? Hallod egyáltalán, mit mondasz? Minden pénzt nekiadtam, amit kerestünk. Nem tudtam, hogy a ringyót kényezteti belőle. Miatta a terhetekre vagyunk. Ne mondj ilyen butaságokat, hogy lennétek már a terhünkre. Szívesen látunk titeket. Nyugodj meg, idővel minden rendbe fog jönni. Igen, biztosan. De nehéz lesz, nagyon nehéz. 3 hónapra elmentem. Amikor visszaértem, nem volt többé otthonom. Állj fel. Gülsüm, tessék. Megtalálsz mindent? Igen, azt hiszem. Na, segítsek. Szegény Akif meg külföldön él, magán se tud segíteni. Akkor rajtunk hogy segíthetne? Riza, én nem is magam miatt bánkódom, vagy aggódom. De mi lesz szegény gyerekekkel? Kérlek, Hatice, hagyd már ezt abba, elég ebből. Feria nincs itt. A szemétért ment. Tessék! Zera asszony, miért nem jött még a szemétért? Nem értem. Van szemét.
Kislányom, mit keresel idekint? Hát már ennyit sem lehet rád bízni. Mit mondjak az apádnak? Meglátott. Látott. Ahogy a szemetet gyűjtöttem. Mi a fenét művelsz? Ezért még megfizetsz? Na hát, szia, Camille. Ezúttal mind kaptál rajta? A fiad nekiesett az egyik emberemnek. Mi? Nekiesett? Ezt meg hogy érted? Eltörte a gépét is. Feljelentést nem fogok tenni, de... Figyelmeztesd azt a fiút. Gyerünk! Nem adhatjuk fel! Gyere egy kicsit! Sajnálom! Mi a baj? Nem akartam elmondani, de nem bírom ki. Valakinek el kell mesélnem. Mi az, Jansu? Ma véget vetettem a hazugságnak. Emir Serrafolu már mindenről tud. Arról is, hogy Feria hazudott és a gondnok lánya. Hagyja csak! Hiába hívja, még nekem se vette fel. Ostoba! Épp egy új helyet nyitottunk volna. Erre verekedni kezd. Milyen új helyet?
Ünál. Biztos provokálta az a paparazzo. Emir nem tenne ilyet, ezt jól tudja. Nem érdekel, mi történt. Ha ártatlan lenne, felvenni. Talán rajta kapták Feriával. És jól bepánikoltak. Már Feriát is hívtam, és őt se lehet elérni. Nem, elvileg egyedül volt. Nem különös, hogy Feriá sem veszi fel? Hm? Talán összevesztek. Feriá biztos kikészítette a hülyeségeivel. Emir meg a fotóson vezette le. Nem? Visszajön, ugye? Mit műveltünk, kislányom? Mit csináltam? Hogy tehettem, amikor tudtam, hogy lehetetlen? Hogy nézhettem szótlanul, ahogy egyre csak szenvedtél? Hogy tehettem, kislányom? Mit műveltem veled? Hogy voltam képes rá? Mindenhol kerestük, de nem találjuk. A Hillsbe sem ment? Összebalhéztak Feriával. Tuti. Ki a fenét érdekel Feriá? Kire üthetett ez a gyerek? Éveken keresztül veszekedtem az anyjával, de ilyet sosem csináltam. Nyugodjon meg. Emir, jól vagy? Hol a fenében voltál? Mit képzelsz magadról? Nyugodjon meg! Ha? Hagyja, kérem! Elment az eszed? Normális vagy? Elég legyen! Válaszolj! Lefekszem. Most meg hová mész? Gyere vissza! Inkább hagyja, hogy kipihenje. Hande, mit csinálsz? Hagyd őket! Eresz! Nyisd ki az ajtót! Nyisd már ki! Azt hittem, jobb kedvre derételek, ha itt leszek, de tessék. Nem is sírsz. Legalább sírj. Akkor vigasztalhatlak. Feriá, drágám, nézd, anyukád milyen szomorú. Mondd el, mi történt. Hogy segíthetnénk? Mondj valamit! Biztos gondolkozik. Már mindenről tud. De ezen is túl leszünk. Ez biztos. Elég, elég. Rendben. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Ah, jól megváltoztál, gőszüm kisasszony. Már az első reggelre a felnőttek terítenek, te megeszel. Itt vagyok, anya. Feriá még mindig alszik. Na, kicsit még beteg, Rizá. Hadd aludjon. Jót tesz neki. Nem kellene orvoshoz vinni? Nem, dehogy. Alszik egyet, és biztos jobban lesz. Úgy látom, bármit is kapott el téged is, az gyötör. Betegesnek tűnsz. Dehogy is, Hatice, csak kicsit fáradt vagyok. Ennyi. Igazán?
Már egy nap alatt lefárasztottunk? Hát, nem könnyű ennyi vendéggel. Dehogy nem emiatt van. Nem tudtam eleget aludni. Amíg nem beszélsz a szüleid, de nem állok veled szóba. Egész reggel pittyeg az a telefon már az agyamra megy. Olyan, mintha hozzánőtt volna a kezedhez, milyen dolog ez, mi? Jó étvágyat. Nekem be kell mennem dolgozni. Jó munkát. Úgy örülök, hogy van hol dolgoznod. Köszönöm szépen. Köszönöm. Zera, szólj, ha orvoshoz kell vinni, rendben? Nem akarok aggódni, értetted? Hogyne, persze, nem lesz semmi baj. Talán Zere megmutathatná a házat, amiről beszéltetek. Elég már, Hatice! Elég! Minek kapkodni? Jóságos ég. Csak látni akarom a házat. Szép napot, Rize. Jó munkát. Sziasztok. Figyelj, Zera, ha túl fáradt vagy, elmehetek egyedül is, csak mondd el, hogy merre van. Dehogy, Hatice, menjünk, menjünk. Gőszöm itt maradt Feriával. Ennyi. Egyél, vegyél csak még egy tojást. Nem kell. Nagy lesz ma a forgalom. Későn érkezem. Ne hagyd egyedül Jansut. Rendben, ne aggódj. Jansu. Jansu. Jó reggelt. Mit szólnál, ha folytatnánk a tegnapi beszélgetést? Emir szerinted tudott aludni ma éjjel? Jansu, kérlek, mesélj, mindent tudni akarok. Készülj csak fel. Ez egy nagyon izgalmas történet lesz. Elnézést. Feria kisasszonyt keresi? Igen. Bemutatkozom az édesanyádnak. Jó napot. Emir vagyok. Idióta. Ne hazudj nekem többet, rendben? Idióta!
Emir! Mi van? Elment az eszed? Mi történt? Emir! Emir, mi a baj? Most hová mész? Feriához mész, hallod? Emir! Jól esett a hajmosás. Szerinted kivasaljam, gőzöm? Kislányom. Jól vagyok. Ha Emir itt lesz, még jobban leszek. Gőzöm, édesanyáddal most elmegyünk megnézni egy házat. Maradj itt vele, rendben? Hogyne, itt leszek, ne aggódj. És ha a Mehmet kérdezi, mondd, hogy gyengélkedik. Ne engedd be, jó? Rendben. Tarts tőle távol. Meg lesz. Sziasztok. Jól van, elmentem akkor. Mondtam, hogy ne csináld. Hagyd békén azt a lányt. Megkértelek. De hát okosan csináltam, Szánem. Emilt felhívtam a lakásba, hogy a saját szemével láthassa. És még szerencsém is volt, Feria jött szemetet gyűjteni. Emir meglett a Feria valódi arcát. Vége a hazug színjátéknak. Nem kellett volna idáig süllyedned. Hibát követtél el. Ezt hogy érted? Figyeltél arra, amit mondtam? Átverte Emirt. Sőt, mindenkit átvert. A lakást is használta. El tudod ezt hinni? Ünház Szarafólu szerint Feria apjának hotelje van. Miért? Mert a lakás nem volt elég, még az apámat is elvette. Különben is. Miért érdekel ez ennyire? Feria hazudott, nem te. Tényleg ennyire oda vagy érte? Feria, kicsit se érdekel. Miattad aggódom. Nem látszol egészségesnek. Pedig jól vagyok. És csak egyre jobban leszek. Fáj a fejem. Lepihenek. Miért csinálunk úgy, mintha nem tudnánk semmit? Ez mind Feria műve. Emir miatta szenved. Lehet, hogy megcsalta. Ismerős az a vádaskodás, Hande. Miért is ne? Az anyjától tanulhatta. Elég legyen. Komolyan mondom. Fejezd ezt be. Mihez kezdjek? A fene vigyel. Mit tegyek? Megértem. Ez kellemetlen. Semmi gond.
Remélem, semmi komoly. Tudom én azt. Hiszen fiatalok. Később beszélünk. Isten hozott. Haldun vagyok. Haldunin Hanli. Emir. Ha olyan tüzes lennél, mint az anyád, Emir olyan boldog lenne, mint ez a kapitány. Na, szer! Kérlek, ne sírj már! Igen, ígérem, hogy ma elintézem. Csak ne sírj! Gőszüm, Feria, elmentem. Rendben, Mehmet. Mi a fenét keresel itt, he? Tessék, mit keresel itt? Összetévesztesz valakivel. Esküszöm, megöllek! Mi bajod van? Megörültél? Ki a franc vagy te? Elment az eszed? Hogy ki vagyok? Annak a lánynak Mehmet! A testvére, akit az újságokban megaláztál! Mehmet, hagyjad! Kérlek, Mehmet, ne bánts már az menj Istenért! Menj innen, Gőszüm, menj innen! Azt hiszed, bármit megtehetsz? Vissza ne gyere ide! Vagy agyonverlek, érted? Lenyomom a torkodon azt a magazint. Megértetted? Gőszüm, ha visszajön ez a szemét, azonnal szólj. Rendben. Értetted? Igen. Lara! Korály? Te is ebben az épületben laksz? Igen. És ismered Feriát? Igen, ismerem. Micsoda bátyja van. Mehmet, ők ikrek? Nem érdekel, de az előbb nekem esett. Szerintem őrült. Nem akartam Feriát bajba keverni. De Lara, beszélnem kéne Feriával. Apád sokat mesélt nekem rólad. Azt hittem, ma inkább szeretnél egy kicsit pihenni. Ezt hogy érti? Nem a Hills miatt jöttél ide? A lányom Jansu és a nejem Sanem. A lánya édesanyja. Sanem a második feleségem.
Jansu édesanyja meghalt. Talán ismered a lányomat? Én... Szereti ön a hajókat? Hogy a hajókat? Igen, de nem érdekelnek. Azt hittem, hogy van egy hajója. Nem. Miből gondoltad ezt? Nincsen hajóm. Bocsásson meg. Meg csak. Haldon úr, ezek önnek érkeztek, bár az egyiken rosszul szerepel a vezeték neve. Köszönöm szépen, elmehet. Ki volt ez, Feria? Mehmet laposra verte volna, ha nem megyek oda. Egy magazinról magyarázott. Korály. Jött meglátogatni. Biztos Emir küldte. Biztos. Ezt nevezem. Bőséges az őszi termés, Riza. Adjunk hálát érte az égnek. Az ott nem a te fiad, Riza? Miért ácsorog odakint? Gyere be, Mehmet, gyere! Mit szobrozol odakint, mint valami idegen? Gyere, köszönj be hozzák, édes fiam! Ó, hát ez az. Micsoda szép kis gyűrű. Csak nem eljegyzési. Nem. Beszélni akarok apámmal. Csak nyugodtan gyere be. Foglalj helyet nyugodtan. Ez igen, ezt nevezem. Te aztán tényleg rejtélyes ember vagy, Riza, de azért ilyesmit eltitkolni. Emir, meg te. Emiatt történt. Igen. Emiatt történt. Inkább menj. Rendben. Kérlek, menj. Nem látod, hogy szenved? Parancsoljanak! Na hát, egy ilyen házat árulni? Nézd csak oda, csupa nedves a fal. Az ajtón meg még a szél is befúj. Ennél még a faluban is szebb az út. Akkor menjünk hát, Ige, ne vesztegessük az időt. Menjünk. Haragszol, ugye? Félsz, hogy nem találunk semmit, és a nyakadon maradunk, ugye? Mikor mondtam én ilyet? Ne csináld ezt. Ugyan, Zera. Úgyse hall senki. Itt magunk vagyunk. Még két éhes száj, ez nagy teher neked, ugye?
Hallod ilyenkor saját magadat? He? Hát Ige, hallod saját magad? Ahelyett, hogy itt szidalmazol, inkább talán segíthetnél, ha már egyszer a férj uram elhagyott engem valami ócska Riherongyért. Tudom, mind mész keresztül. Hidd el, tudom. És igen, mindenkinek megvan a maga baja. Tőlem várod a megváltást, de mégis mit tehetnék? Nem az én hibám. Nem az én hibám, ami történt, hidd el, Hatice, hanem a férjedé, a férjedé! Már egy éve összefeküdt vele, és csak én nem tudtam róla. A szomszédok, a barátok, a bolti eladók, mindenki pontosan tudta, mi folyik köztük, már az egész falu erről beszélt. Én ostoba, rápazaroltam a fiatalságomat. Jól van, nyugodj meg. Szanemnek valami migrénye vagy idegrohama van, nem tudom. Ezért jöttem át ide. Megértem. Tetszik? Hát nem is tudom. Úgy érzem, talán sokat takar. Egy hátul kivágott jobb lenne. Mert nem az egyetemi ruhatáradba kell. Az egyetem nem általános iskola. Mi van veled? A végzet asszonya lettél? Nem a végzeté. Pont életre akarom hívni a vonzalmat. Valami történt. Még nem. De nem sokára minden jobbra fog fordulni. Mostanáig mindenről lemondtam, amit akartam. Sosem küzdöttem semmiért. De most nem fogom feladni. Soha nem adom fel. Apaz, mindjárt itt lesz értem. Majd még beszélünk. Szia, kis pszichopata. Mondj már valamit. Hát, erre... apaként. Mégis mit lehetne mondani? Apa, ne csináld. Így is szégyellem magam. Az az ember, aki a szülei megkérdezése nélkül gyűrűt ad egy lánynak, az egy szégyentelen alak. Azt az ócska gyűrűt kérd vissza, azonnal! Nem véletlenül adtam neki, apa. Te! Te! Muszáj elvennem Szehert, apa. Te! Azzal a lányjal. Laudon Andrea, Mayer Marcel, Mohácsi Nóra, Pekár Adrien, Penke Bence, Sallai Nóra, Sándor Barnabás, Tamási Nikolett. Magyar szöveg, Hegyi Krisztina. Hangmérnök, Kelemen Tamás. Gyártásvezető, Boskó Andrea. Szinkronrendező, Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült. Produkciós vezető, Kovács Anita. Anlasana, yüreğinin en nücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yarım bile sarı, sarmana kilidini sar uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana, yüreğinin en nücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım bile sarı, sarmana kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana, yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla
Beni orada çocuk yanım bile sarıp